Hát most sajnos egy nagyon nehéz rész jön. Tehát hello mindenkinek, mi a tíz fiúrat nem fogunk olvasni. Mondják a Héber oldalszámot, a harmadik kötetben a tízes részt fogjuk olvasni, nincs angol szöveg egyáltalán. Tehát a Zerampin Ibur állapot, a kérdéseket föltenek a kaptévén keresztül. Tehát tíz fiúrat tanulmánya, hármas kötet, tízes fejezet. Ibur de Zerampin, az első Iburja Zerampinnak, Rav. Természetesen ez nem az a szint, amit itt elmagyarázott egyébként Rabas. Mert itt a világok, a parcufok és a rendszer az egy nagyon mély vizsgálatot követel. De mi a reformáló fény magunkra vonása érdekében tanuljuk, és nem kell törődnünk azzal, hogy mit érünk el, mit nem. Tehát ilyen vagy olyan módon tulajdonképpen ez rólunk szól, még hogyha nem is értük el ezt az állapotot. Mégis az Or Makifnak, a körülelő fénynek a hatására erőket fogunk kapni, ragyogást fogunk kapni ebből a szövegből. Ezért a legfontosabb dolog, hogy együtt legyünk, egy szándékban, segítve egymást, hogy megtartva a fókuszt előre adjunk. Oké. Okay. Tehát Ibur de Zerampin. A Zerampin első Iburja. Első pont. Amikor a Zon elkezd korrigálódni, miután az Abaima korrigálódik, szükséges az Ibur állapotban korrigálni a Zonnak, hogy a fény, amely a Zerampin hat pontján keresztül belép az Ibur állapotába, a Zerampinnak tulajdonképpen az anyaméhen keresztül. És akkor az edények kilépnek a briából, és korrigálnak kezdenek, és ki lesznek válogatva. És amikor a Zon kilép, és korrigálódik, mint az Abaima is korrigálódik, még egyszer mossák, akkor az ő korrekciója tulajdonképpen az Ibur állapotban történik, ahol a fény az Zerampin hat pontján tulajdonképpen az anyamében korrigálja őt, és akkor a törött edények, amelyek lezontak a briába, azok korrigálódni kezdenek ott. Ez azt jelenti, hogy az onnak a resimói, azok belépnek az Abaimába, az Abaveima pedig készen áll és várja ezt, és a Zon, ami a Zerampint jelenti itt, belép az Ibur állapotba, az imába, ugye? Az anyának a méhébe, hiszen a Zerampinnak vannak resimói, és a resimókból egy különböző cselekedett sorozatokon keresztül menve parcufá válik. Szvirágból parcufá, és tulajdonképpen nem csak az anyamében, hanem az anyamében kívül is elkezd fejlődni majd. Or Primi, belső fény, első pont. Amikor a Zon kilép és korrigálódik, mint az Abaima is korrigálódott. Már ismert, hogy az előző részből, hogy a spirituális időnek a lényege, azaz, amikor azt mondjuk, hogy kezdetben és utána, amit úgy írunk le, hogy a felső fény kiterjedésének a sorozata, ez tulajdonképpen az okokozat összefüggések megjelenését jelenti, mert minden oknak megvan az okozata, és minden okozatnak az oka, és az okát az adott okozatnak tulajdonképpen azt a pontot jelentik, amiből az okozat megjelent. Ezért a következmény az nem léphet meg, és nem tárulhat fel, csak akkor, hogyha először az ok jelenik meg. És ezért az ok úgy tekintető, mint a megelőző, a kezdeti állapot, az okozat pedig úgy tekintető, mint egy későbbi, vagy utána lévő állapot. Tehát nekünk el kell képzelni magyarul a következőt. Mi, nekünk vannak resimóink, amelyekkel tulajdonképpen bizonyos cselekedett sorozatot végrehajtunk, ami rajtunk múlik. Ezek kicsi cselekedetek, amiket el kell képzelni, de teljes egészében rajtunk múlnak. És akkor nekünk részt kell ezekben venni, valamilyen módon. Tehát ilyen módon belépünk az ima állapotába. Ő átítat bennünket, és a felső erő segítségével tulajdonképpen különböző zavarok jelennek meg, amik az utunkba állnak, az Ibur állapotba belépés megelőzően, de valójában mondja Rav, nekünk úgy kell elképzelni magunkat, mint Zerampin,
amelynek megvannak a resimói, amelyeket meg kell vizsgálnia, és ezáltal az anyában, az anya testén belül, az anya parci felben megjelenik az ibor állapot. Tovább olvasnak. Írva van, hogy mikor a zon kilép és korrigálódik, miután az abaim a korrece megtörténik, mivel az abaim a tulajdonképpen az oka a zon megjelenésének, mivel ő korrigálja a zont, és akkor ők zibugra lépnek, az aba és az ima, és ahogy írva van, hogy előtte meg utána, az azt jelenti, az Abde Abaveima, amely valójában az Ahorai medények az Abaveimában, ezek az edények törése során el lesznek törölve, és, és ők a zon helyére fognak belépni, azaz őt összekapcsolódnak, és egyetlen szintén válnak a Gagavtenáim de zonná, minden megkülönböztetés nélkül a továbbiakban. Tehát van az Abaveima Nikudimban, amely a Gadlubba viszi majd a zont, és mivel a zon ennek eredményképpen, ennek a gadnak az eredményképpen eltörik, ezért az ahapja az abaimának el lesz törölve. És akkor csak Gagatenaim de zon van, és a Gagatenaim az tulajdonképpen, a Gagatenaim de zon és az abaveima ahapja egyé válik. És mivel ezek összekapcsolódnak és egyé válnak, Korsanív, miután az abaveima korrigálódik, a gadlott állapotban, azaz miután ő az Ahorán visszatér a saját helyére, a Gagatenaim de zon is kilép ebből az ahabból, az abaveima helyéről, mivel össze voltak tapadva egymással, ahogy ezt már elmagyaráztuk. Ezért a zivug az abaveimával az a Gagatenaim de zon szolgálja, és ezen a módon ő növekedni kezd, és elkezd korrigálódni az abaveimán belül. Ezért miért az abaveima önmagában korrigálódna, nincs ideje a zon korrekciójának. Nem jött el még az ideje a zon korrekciójának. Azaz mondja, a felsőnek az alapja összekapcsolódik az alsónak a gágatájába, és amikor az gadlutba megy a felső, akkor elkezdődik az alsónak a korrekciója is. Tehát itt a kérdés nem az, hogy hogyan tudunk mi az, aktiválni az ahapját az abaveimának, hanem a cselekedeteken keresztül valójában aktiválni tudjuk a teljes korrekciós folyamatot. Tovább. Az anya méhében ki lesznek válogatva a törött edények az imának a méhében, tulajdonképpen a tabúrtól lefele. Amely béna, amely a tánhide imának a négy szfirája. És az elv az, hogy ez a legfontosabb vonal az anyának, a tifeletől jeszódik, és a tabúrtól jeszódik, ezt az anya méhének nevezük, ez az ő belsősége, amiben növekszik az orr. Ez a zivugnak a helye, mondja Rav, ez az a hely, ahol az anya a közelső vonalon tulajdonképpen a Zadde Bínát felébreszti, és ez az anya méh a zon számára. És a zonra való leereszkedésnek a lényege, hogy ezt elmagyaráztuk az előző szövegekben, mivel amikor az imának az adakozó része a lezuhanó ahabban van és összekapcsolódik a zonnal, tehát a gágátai nem jel a zonnának az acilutban, akkor a zonnak a gágátai nem jel az vele együtt emelkedik és süllyed, az az ahab de imával mondja. És összekapcsolódnak az imával, és mivel egy szinten vannak, ahova ők lezuhantak, egyik a másikba belefoglaltatva. Most, miközben ez az ahor állapot visszatér az imához, tulajdonképpen magával emeli ő a zont is. Azaz az ima felemeli a saját alsó edényeit, az aharemjait, és azonnal felemeli ezzel a resimóit, a gágát, vagy nem, de zont is. És már ismert, hogy ez az ahab tulajdonképpen a Zad de Bina de ima, amely Hotam és Pech az imán belül, amelyen keresztül egy új nehi fog születni az imán belül, és az alsó kétharmada, ami a tifelet alsó kétharmada a hazétól lefele, az az Addebina lesz, mivel
A Tiferet valójában az a Bína de Hasadim, ahogy azt ismerjük, és a Nehi pedig a Hotam és Pech, azaz az ő zonja. Ezáltal pedig meg kell, hogy értsük az összetapadásnak helyét a Gága tanáimban, a Zomban és az Ábdeima, az tulajdonképpen a Tabúrtól lefele a Siumig, a Tiferet de Jeszodban való kapcsolat jelenti, a Tiferet de Jeszodnak a lezárása pedig a közös vonal mentén történik, ez a Zivugnak a helye, és ez az a hely, ahol az Acmutó, a partufnak a lényegisége hordozódik, ez a Tanhi edényei az imának, mert minden egyes extremitása az adott helynek, az nem a partufhoz tartozó módon jelik meg, hogy ezt ismerjük, azaz az onnak a legfontosabb gyökere, az kizárólag a Bína jeszodjában rejlik, mivel a Zonda ima erre a pontra helyezi az energiákat, és ennek az imunak köszönhetően, ami az Abami imától áramlik ki, ő megkapja tulajdonképpen a Bínának a szintjét egészen addig, amíg ő teljes egészében az anyán belül meg van, és ilyen módon az ő megtermékenyülési hónapjait követve tulajdonképpen oda tapad a Jeszodhoz egészen a házéig, de nem tud magasabbra emelkedni azon, mivel a lezuhanó ahappal együtt ő is zuhan, majd pedig visszatér a Bínába gadlut állapotba, és ezért egészen eddig a pontig a Zonnak tulajdonképpen összefoglalási pontja van a hazai és a Jeszod között, és itt semmilyen kapcsolat nincs a Zonnal ezen a megtermékenyülésen túl. Azaz, mondja Rav. Az emelkedéskor a Tiferet felső egyharmadában belefoglaltatva a Zon is emelkedik, ahogy a terhesség hónapjában. Lesz majd, amikor magasabban emelkedik, de most a Janik állapotban van, a legkülsőbb állapotban, az anyán belül. A középső vonal a Bínának az a hely, ahol az ivug megtörténik. Ez a terhességnek a helye tulajdonképpen az imában, az anyában. És ez az a hely, ahol a Zon növekedni tud, fel tud emelkedni, nőni, cseperedni. Az egyetlen kapcsolat ezzel kapcsolatosan, hogyan tudjuk ezt a folyamatot elindítani, ugye? Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát először felkérdeztem a felső imát, ugye, anyát, tehát, hogy valóban ő fölemelje a mire simóinkat, és elkezdjen befolyásolni bennünket, fejleszteni bennünket az ő belsején belül. Mert nyilvánvalóan ezt nekünk kell megtenni, és közben a Zon egészen nem fog létezni. És mi is létezünk a spiritásban, belegondoltok, mondja Rav. De ugye tudjuk a fizikai világban mi hogyan működik, tehát a pillanati létezésünkben, hogyha még nem is vagyunk a spiritásban, mégis tulajdonképpen fel tudjuk ébreszteni a felsőt, ugye milyen érdekes? Tehát, hogy a felsőt felébresztjük, hogy dolgozzon rajtunk. Ez annak a munkának a lényege, amit nekünk meg kell próbálni végrehajtani. A kapcsolatban, a csoportban. Tehát vizsgáljuk meg ezt egy kicsit majd később. A legfontosabb dolog, hogy magától értetődő módon nekünk a felsőt kell helyreállítanunk, hogyha én valóban a Tiferet alsó egyharmados pontjában akarok lenni a Bínának, szó szerint, és a középső vonal mentén, akkor tudnom kell, hogy mik azok a minőségek, amelyek valamilyen mértékben külsőleg körülvesznek engem, még ha képtelen vagyok elé megérteni, de mintha magamra kell ezt vonni, mert ez elegendő arra, hogy a reformáló fényt magunkra hívjuk, az Or Makifot, és az Or Makif az valóban felébresztető, még akkor is, hogyha ezt az elején csak a megszerzés érdekében tesszük meg. Mivel a mi megszerzési vágyunk, az tulajdonképpen a fizikai öröm megszerzése irányul, nem a spirituális örömre. Mikor spirituális örömről beszélünk a megszerzés érdekében, ez klipa. És mi nem szeretnénk a spirituális világot ilyen módon befolyásolni, se az, hogy jobb legyen, se az, hogy rosszabb. Tehát a legkisebb szándékunk is, ami az ima felé fordul, még hogyha ez még nem is teljesen tiszta, mégis tulajdonképpen az Or Makif aktivitásáért, felébresztésért folyik tovább.
A törött edények, amelyek tulajdonképpen a briavelágából lépnek ki, és ott van a korrigáló, és mivel a zivuga tulajdonképpen a Gagfzenáim de Zon Resimóin történik, amelyek összetapadnak a Jeszod Deimával, és visszatérnek azok a fények, amelyek ezek a Resimókhoz tartoznak, azok az a fények, ezek az edények törése előtt jelen voltak ezeken az edényeken. Majd pedig, miután a Resimók teljessé válnak, ezek az edények tulajdonképpen fel lesznek emelve a biavilágaiból, és a korrigált resimók visszatérnek az edényekbe, beöltözhetik az edényeket azokba a fényekbe, amelyek a törés előtt voltak, azaz, amik rá volt öltözve ezek az edények a törést megelőzően, és ezt nevezzük úgy, amit jelent az, hogy ezért ők ki lesznek válogatva, és a törött edények kilépnek a binából, mivel a resimók korrekciója, amelyek bele vannak foglalva az abban, az ivugjába, ezek kizárólag azokból az edényekből és sziklákból történhetnek meg, amelyek lezontak a briába, és amelyek ezek az adott resimók tartoznak. Mivel a resimók önmagukban nem igényelnek semmilyen korrekciót, mivel az ő helyreállításuk a fény segítségével fog megtörténni, ami a törésnél távozott az edényekből. Ez a fény semmilyen értelemben nem lett hibás, hanem visszatett a saját gyökeréhez, csak a megszerző szempontjából, akik a parcuf edényei tulajdonképpen van szükség korrekcióra, mert ezek lettek összetörve, és ezeknek az edények is kell korrigálniuk. A törés alatt tulajdonképpen nem lehet a fényeket megszerezni, a korrekció alatt azonban megkaphatják ezeket a fényeket, és emlékezünk erre, és tudjuk, hogy a resimó, ami a fény távozása után megmaradtak, azok azon maradtak meg, hogy visszavigyék az edényt ugyanolyan mértékben a fény megszerzéséhez, amilyen fények voltak a kezetekben ezekben az edényekben a törés megelőzően. Tehát ez teljesen szükségszerű, hogy ezek a resimók tulajdonképpen a fényt rákapcsolják az edényekre, azokat a fényeket, amik előtte, a törés előtti állapotban kitöltötték ezeket az edényeket. Na, még egyszer olvasd ezzel. A törött edények tulajdonképpen lezoltak a briába, és majd ott kell korrigálódniuk. Mivel a zivugok, azok a Gagfzenáim de Zon resimói felett történnek meg, a Jeszod Deimával a felemelkedéshez, amely visszahozza ezeket a fényeket, amelyek ezek a resimóhoz tartoznak, azok a fények, amelyek ezek az edényekben voltak az edények törését megelőzően. És akkor, miután ők teljessé válnak az adott resimóban, ezek az edények is valójában ki lesznek emelve a biából, föl lesznek emelve az abeveimához, a korrigált resimók pedig visszatérítik az edényeket a kezdeti állapotba, azaz, ahogy ezekre a törés előtt megelőzően rá volt öltözve a fény. És ez az, amit jelent az, hogy amit ide le van írva, hogy akkor ezek ki lettek válogatva törött edények közül, amelyek lezontak a bria világaiba, mivel lesimog a korrekciója, magában foglalja az abeveim az ivugjait is, ezek pedig kilépnek, és kizárólag azonban a sziklákban jelenik meg, amik lezontak a biavellegeiba, és meg kapcsolatuk van ezzel a resimóval, a resimó önmagában nem igényel korrekciót, a resimó nem törött, hanem ez tulajdonképpen a fény emléke, amelyek távoztak az edényből a törés során, és a fények azok egyáltalán nem lettek hibásak a törés után, hanem tulajdonképpen csak távoztak és visszatértek a saját gyökerükhöz. Amikor a megszerző szempontjából, akinek megvannak a parcuf edényei, csak ez a megszerző erő tudja korrigálni az edényeket, amelyek a törés során nem kaptak fényeket, és a korrekció során pedig képesek ezeket a fényeket megszerezni. Értsük meg és emlékezzünk erre. Tehát a resimódnak a lényege az a része, amely fénytávozás után is megmarad, amely visszatér, és kiterjeszt ugyanabban a mértékben a fényt, ami az edényben volt, a kezdetben a törés előtt. Tehát ez szükségszerűen így van, hogy a resimó az maga fényé válik, ezért fénynek nevezzük. Ez azok a fények, amelyek távoztak ezekből az edényekből, de ezek a fényekre való emlékezések, amelyek maguk fényé válnak majd. Azaz mondjam. Van a vágy, van az alkotási szándék, és amilyen mértékben az alkotási szándék megjelenik ezeken a vágyakon, így fog lezuhanni a formájzások megfelelően a fény mélységébe az minden. A szándék az lerombolódott, eltört, ez vált törötté. A megszerzésbe invertálódott, a fény távozott,
És ami maradt, az csak a resimó. A resimó is fény, amely megmarad az edényben, mert az edény nem tört össze, tehát ez a megszerzés érdekében tevékenykedik, valóban. De a fénynek egy része, amely megmarad bennük, az annyira kicsiny, hogy lehetetlen használni bármire, de főleg még a megszerzése sem. És ez pedig csak egy dologra jó, hogy az edényt visszatérítse az adakozásba, ezt hívjuk resimónak. Világos? A resimó, amely felébreszt az edényt. Amely irányt ad az edénynek, hogy hova kell visszatérni. Igen? Na, de az edény törött, nem? Hát neki munkát kell végezni önmagán, hogy fölébreszte magát. Tehát a resimó valóban megrázza az edényt, ugye ez a resimó feladata. Tehát a törött kapnakás hogy lehet növelni? Tehát hogy lehet ellentétes irányba vinni a törött darabot? Nem így van ez magyarabb. Abban igazad van, hogy így hangzik ez először, de a resimó az a távoló fényből született, tehát tulajdonképpen a fény szempontjából nincsen törés, nincs változás sem. A természete mindennek ugyanaz marad. Tehát az edény felébred és elkezdi érezni a fényből a benne maradt resimót, hogy ez mennyire ellentétes a resimó alapján a fénnyel, és ennek eredményeképpen elkezd visszatérni az edény az életbe, mert törekedni fog az emlékei alapján, milyen fényt akar újra megszerezni. Rab, de a resimó az edény vagy fény? Most azt mondjuk, hogy fény, de ugyanakkor az edényt viszi vissza és ébreszti föl. A resimó, ugyanak, az a rosim az egy benyomás, a fény meg a benyomása, amely előzőleg az edényben volt, távozott a szűrő eltörése miatt, és mintha távolról ragyogna. Ez az, ahogy ezt mondjuk. Ez nem közel van, vagy távol, így jelentjük ezt mi ki. Annak érdekében, hogy kifejezzük, hogy ez egy nagyon kicsiny fény, amit alig lehet használni öröm megszerzésére, és kizárólag annak érdekében történik mindent, hogy korrekcióra ébreszte fel az edényt. Oké, tehát mi azt tanuljuk, hogy minden, amit a felső szint tesz, az, hogy felébreszti a resimót, és zivugra lép velük. Hát olyan, mintha a resimó hozna hajtani végre minden, nem a vágy. A vágy törött, mondja Rav, ez igaz, ezt mondták az előbb a srácok, tehát nyilvánvalóan neki volt egy szűrője, amely a kapnakarás majd adományzásra fordítja. Oké, de mi a kapcsolat, kérdezi még egyszer a srác, a resimó és a törött vágy között, amely látszólag ezzel foglalkozik. Mi a kapcsolat közte, Rav? Van a vágy. És ez a vágy, kap egy szűrőt, amely tulajdonképpen az adakozási szándék. Ennek az adakozási szándéknak megfelelően a vágy a szűrő segítségével hasonló válik a fényhez. A formájzés megfelelő törvénynek megfelelően a fény ráöltözik a szűrőn keresztül az edényre. Itt különböző cselekedetek jelennek meg, zivug de haka, belépés az edénybe, kitöltés, aztán távozás. Később történik, ami történik, mondja Rav, de a szűrő eltűnik. Nyilvánvalóan belépett az adakozás megnövekedése érdekében. Nyilván aztán nagyobb fényet meg, mint maga a szűrő, de a lényeg az, hogy a szűrő elkopik, eltűnik. Amikor a szűrő távozik, a fény is távozik. Ennyi, ez ennyire egyszerű, mivel a fény az a szűrőbe tartotta benne az edényben. Majd pedig, ezt követően, miután a kapni akarás, mintha visszatérne az eredeti állapotába, ugye a törés eredeti állapotba, valójában azonban nem tér vissza állandóan az előző állapotba, mert a lényeg nem ez, hanem az, hogy megkapja a teremtőtől az adakozás élménynek az örömét. És ezzel megkapja a teremtő nagyszerűségének a mértékét, annak a mértékében, amennyire képes volt adakozni. Tehát, hogy érezte, hogy az istenséghez tartozik, az istenséggel van formájzésben. Ezek a dolgok pedig egy új vizsgálati szempontot jelentenek, mert a teremtmény innentől kezdve valóban ugyanazt a pozíciót akarja, mint ami a kapnakarásban volt, de
az adakozás érdekében akarja felhasználni az összes edényt. És itt valami teljesen új dolog jelenik meg, és ez, ami velünk történik, a teremtménnyel, hogy a fény, amikor belép az adakozás érdekében az edénybe, a fény távozni fog, de a benyomások benne maradnak az edényben. Mit jelentenek a benyomások? Hogy a fény, amely az edényben volt, most egy távoli ragyogást okoz, mintha. Az igazság ez, hogy valójában nincs olyan, hogy távoli ragyogás, meg közeli ragyogás, hanem ragyog az edényben. Csak mi hívjuk úgy, hogy ez távoli ragyogás, mert mintha távolról érzékelni ezt a fényt. Azaz, annélkül, hogy ráöltözne a vágyra teljes egészében, de felébreszt ezt egy olyan fajta módon, hogy a vágy fel tudja fogni azt az örömnek azt a szintjét, ami a teremtő felé adott adakozási szintet jelenti. Oké, na de ez, amit most leír, ez két dolgot mond nekünk, hogy egyrészt a vágy megváltozik, miután a fény meglátogatta őt az adakozási rekebe, így van, hiszen valójában ez nagyobb örömet sugalt az edénynek, az adakozás nagyobb örömét. Oké, na de akkor itt két különböző dolog van, egy, tehát a vágy változik meg, vagy mi történik, Rav? Van a fény, és van a vágy, kész. A vágy érzékeli a fényt, és ez növelni is fogja, ez az érzékelés felfújja a vágyat. Tehát miután a fény távozik, miután a vágy az tulajdonképpen törötté válik, nem képes megtartani az adakozást, nem képes megtartani a formaegyezést, az is eltűnik, ugye a szűrő elkopik, de akkor a fény távozik, érzéketlenné válik. A fény, ami nem tud bennmaradni, még hogyha éppen az ellentétes állapotban a fény meg az edény, a fény egy kicsi ragyogás formában megmarad, ez de a küszöb alul ragyogna valami fajta derengés, hogy erre mentél előzőleg. Ezért nevezzük ezt Resimónak. Igen? Akkor mit kérdezel? Én azt szeretném megkérdezni, amit itt leírt, hogy van egy edény, amely fog az adakozásban fajta benyomást kapni, most pedig visszatér a megszerzésbe. Így van, mert a fény felrázza az edényt, a fény, amely belép és kitölti az edényt, az tulajdonképpen egy olyan fajta fényt ad az edénynek, amely szintén 620-szoros érzékelésbe viszi az edényt a fénnyel kapcsolatosan, mert megtermeti az adakozó állapotát az edénynek az adott szinten, és ezért azt mondjuk, hogy ez a fény, ha távozik, akkor a fénynek egy része az elkezdi növelni az edényt, mert az adakozásra használt része tulajdonképpen kiterjeszti az edényt, mivel az edény az adakozónak az értékét és mértékét veszi föl, ezért az edény nagy marad, de törött. A törött edény valójában sokkal nagyobb, mint az új edény például, mert a kezdetekben minden kiterjed, annak érdekében, hogy az egész edény adakozni tudjon, és ráadásul a törés során ők az öröm megszerzésre akarnak törekedni, de nem az adakozás érdekében először, és aztán majd felemelkedik a megszerzésre adakozás érdekében állapota. Tehát ott ülünk szembe a házigazdával, ott van a salátától kezdve a legfinomabb húsokig, ugye minden, amit csak el tudunk képzelni. De minden meg van szorítva, mondja Rav, tehát nem lehet belarapni semmibe. És aztán valami történik, és akkor hirtelen az asztalon lévő kaják, tulajdonképpen egy megrögzett vágyjal néznek szembe, mert a házigazda nagyszerűségének megfelelően fog nőni a vágy, hogy az edény adakozzon, és ezért ez a vágy elkezd növekedni, hogy egyre nagyobb edény részből tudjanak az a teremtő felé. Oké, na de a rendszer mozgásra sem volna felelt meg. Tehát de ez a gólem még mindig ott van, a gólem ugye az öntudatlan kapnakás. Igen, de hát a lesimorázza fel az edényt, ez a leglényegesebb dolog. Ha erről majd még tanulunk. Egy kicsit most elkezdünk a három vonalon összezavarodni, mert a legfontosabb dolog, mondja Rav, hogy van a három nap beágyazódás, megtenülkés, mint a kiépített három vonalat, de valójában ez nem úgy van a spiritásban. Tehát nem úgy van, hogy adsz meg megszerzel, hanem egy egyensúlyi állapot van a kapnakarás és az adományzásra
való megszerzés körött. Tehát ez egy irányultságot jelent, amit meg kell szervezni. A három vonal ezt az egyensúlyt fogja majd kialakítani. Tehát nekünk állandóan kell egy ilyen kiigazítás, ahol köztem és a saját képességem, a saját szándékaim között megjelenik. Tehát az én számomra van bal meg vonal, a közös, ugyanak a teremtő számára pedig közös vonal van, amin én emelkedek felfele. Tehát nincs jobb meg bal, hanem tulajdonképpen a célirányba való haladás van. Ez a három vonal, amiről majd még tanulnunk kell. Erási Jovic, ha jól értettem. Nem. Erán a rádióbemondó. Tehát fókuszáltunk mi arra, hogy mi az általánosban hol vagyunk. Te? Nem mi, hanem miről van itt szó. A mi szempontunkból. Ő itt arról beszél a tesz, hogy van egy parcuf, amely a Bínához tartozik. Az Acilut világában. Na most rajzolunk. Na, itt van a tabúr, alul van a szium. Középen van a pársa. Ugye ott lesz az acilut, a tabúr és a pársa között, amiben most berajzolra. Na akkor rajzoljuk ezt így. Ott van az Attik, az első. Aztán van az Arich Ampin. Ez két alef betű ugye ott. Tehát ez alatta van. Utána tehát van az Ába. Ima. Belefoglaltva Jeszut, mindegy, lényegtelen. Most nem vinni be részletekbe. És ez pedig itt a Gálgáltanyáim, de Ába Veima. Aztán van az Ahab. Itt pedig alul. Itt van a Zon. A Zon Resimója. A Zonnak a Resimója. Tehát itt van az Ahab de Abba Veima, tehát az atyának és az anyának az apja. De ezek gyakorlatilag, mintha nem léteznek, mert nincsenek még nem aktiválva, a katonát állapotában vannak. Majd a Zontól jövő Resimó ébreszti föl, a Zon Resimót emel. Az Atik az jól érzi magát, köszöni szépen, az Ari Kampin is. Az Abaveima katnutban van, ugye, ahogy mondtam, mondjára. Ott is van, hogy katnut de Abaveima, kicsinség állapot az Abaveimán belül. És itt van a Zonnak a Resimói. Azon csak Resimó, ugye? Emlék, hogy mi volt ottan. Ez se kadnut, se katnut, csak Resimó. Ez az gálap állapot, mondja rám. Most pedig jöttönök a törött edények, jönnek onnan alulról az a zöld nyíl, a bia világaiból. Tehát törött edények. A bia világaiból. A biából felemelkednek, tehát a Beria Jecirásziából. Felemelkednek, de ezek Resimót emelnek fel, arról fölfele. Ezek a Resimók a fény által, amely akár még a szakból is ragyog, meg az acilutból, ez most lényegtelen, egy felébredést kapnak, az Attikból. Ugye az Attik az egy parcuf, ami összeköti az Adam Kadmont és az összes többi világot. Ez ugye az ősi idők titkos parcufja. És az Attik tulajdonképpen az ő Tanhiával ragyog a párca alá is,
mivel ugye a, ez egy hatalmas elutasítás, tehát az a pár szalá is beragyog, de ezáltal felépíti a, felébreszti a törött edényeket, a törött edények fölébresztik a törött állapotokat. Ez azt jelenti, hogy az alvásból felébrednek ezek a resimók, a Zerampinban, ugye, az ilyen alvás állapotában van, komatikus alvás állapotában. Ugye, és aktiválja a rendszert alulról fölfele. És felül az Abaveima tulajdonképpen katnut állapotba kerül, és akkor ennek megfelelően megkap ezeket a ragyogásokat felülről. És a legfontosabb dolog természetesen az imának a vágyai, mert az Abba hokmában van az, azok az edények, és ő nem érez törést egyáltalán emiatt. Az ima érzi a törést, az anya, tehát fölülről jön egy felébresztés, hogy minden készen áll a korrekcióra, és ez a készen állás, ez egy standby módot jelent az Abaveimában. Egy készen állás, még egyszerre mondtam. De nyilván egy alulról való felébresztéssel, mert onnan jön a kérés. Oké, mondja rám. Csak hogy értsem. Tehát a királyok töréséhez milyen köze van? Igen. Ez az Acilut világában vagyunk, tehát a Nikodim világában történt a törés, az Acilut a Nikodim helyreállítása. Tehát a bia világaiban a törött darabok, ugye, mert a Nikodim így fog felosztani, biára oszlik föl meg Acilutra. Oké, de akkor Adam Harishon születés ezután történik. Rav. Igen, tehát itt most a rendszerről beszélünk, a rendszer, amely majd körülveszi Adam Harishont, és amiben Adam Harishon meg tud születni. A folyamat, mondja Rav, az, amiben a rendszer tulajdonképpen felébred, és a folyamat, amiben Adam Harishon megszületik, és amely majd Adam Harishon helyreállítja önmagát, az ugyanaz a folyamat. Oké, de egyelőre a rendszert hozzuk létre. A világokat, amiben Adam Harishon egzisztálni tud, létezni. Gyorsan. Az Atika Cincum Alef vagy Cincum Bet? Az első megszólítása jön létre. Tehát akkor nincs gágátáj meg ilyenje. Az alsó szempontjából igen. De a pártó szempontjából az alsó számára az Atika az Enyszovból ereszkedik le minden az első megszólításban lévő edényhez. És az Atik az első megszólításban tulajdonképpen, és van az Atik a második megszólításban, az tulajdonképpen Ari Kampinná válik majd. Oké, na de ez a világokat összekapcsolja az Akde Adam Kadmont, összekapcsolja az Acilluttal, igen. Ez, hát ugye ez mondtam az előbb. Oké, menjünk át a lecke következő részére, majd folytatni fogjuk holnap. És akkor énekeljünk egy dalt, és folytatjuk a következő részt. Olam nishma
בתוך הצד לא משעבור ולא מתוך דלתול אין ישראל מגלים לא מהטירוף לא מתוך הדוחן ולא מתוך שאלה Sure.